Racing isn't easy, but experiencing it is. iRacing puts you in the driver's seat with the industry's leading sim racing game. Drive on laser scan replicas of the greatest racing circuits from around the world. Go head to head against other drivers chosen by skill-based matchmaking to ensure competitive racing at every level. Compete across all your favorite series. In officially licensed cars, engineered to deliver the most accurate driving experience possible. Join a race or host your own with players from across the globe. Race against the computer or in a league with friends. Feel the thrill behind the wheel. Visit iRacing.com. Elérkeztünk egy újabb hétfőhöz, ami azt jelenti, hogy jön a VSR Formula 3-as bajnokságának legújabb fordulója. A helyszín pedig, ahogy ez a képekből nagyszerűen kitűnik, Interlagos, a híres-hírhet braziliai versenypálya. 4,3 km hosszú pályán kell tehát megküzdeni ők egymással a versenyzőknek. Egy nagyon gyors, nagyon élvezetes és rengeteg előzési pontot tartogató versenypálya. Mindenki ismeri, mindenki szereti, gyakorlatilag folytatjuk a hagyományokat ezzel kapcsolatban. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, én Molnár Dávid vagyok. A következő nagyjából egy-másfél órában tehát jön ennek az elmúlt hetekben pazar küzdelmeket hozó bajnokságnak a következő fordulója. Nagy csatát láttunk az elmúlt versenyeken Pála Balázs, valamint Tóth Dávid közt. Utóbbi vezeti jelen pillanatban a bajnokságot, viszont a különbség a két versenyző közt mindössze 2 pont, úgyhogy nem tudom, hogy lehet ez még szorosabb, de az biztos, hogy a következő 3 fordulóban ők továbbra is fej-fej mellett fognak harcolni. Az előzetes időeredményekről még nincsen információnk olyan szempontból, hogy Tóth Dávid milyen eredményekre képes. Ő nem gyakorolt a többiekkel együtt, nem volt a publikus szerverem fönt, viszont az biztos, hogy Pála Balázs ezúttal is ott van az élmezőnyben, sőt a szabad edzésen, ami egyébként nem olyan régen ért véget, még nagyjából 1-2 perc talán hátra is van ebből az edzésből. Pála Balázs ott volt a mezőny közvetlen elejében. Megnézhetjük majd természetesen a Formula 3-as autó specifikációit ezúttal is. Itt is van a kép, nagyon jól ismertek már ezek az adatok. Minden közvetítésünk elején bemutatjuk ezt a versenyautót, ami meg annyi izgalmat hozott már. Egy 220 lóerős versenyautóról van szó, 260 Nm-es nyomatékkal, 2 literes motor gyorsítja ezeket a járműveket. Nagyjából közepes a súly tekintetében is, a teljesítmény tekintetében is, a felhozatal tekintve, mármint ami az iRacinget, meg úgy összességében a valós versenyautókat, formulaautókat is illeti. Tökéletes arra, hogy
jó versenyeket, izgalmas versenyeket fussanak, bár az előző versenyeken láttuk, hogy főleg hideg gumikkal nagyon tud csúszni az autó, viszont igazából ez is adta az izgalmát a bajnokságnak. A képen Pála Balázs, aki az időmérőedzés első körét már szép lassan teljesíteni fogja, most zajlanak a felvezető körök, a bemelegítő körök a 15 perces időmérőedzés előtt. Nagyjából, tehát már egy perce zajlik az időmérőedzés, az első gyors körök következnek, valamint Módos János állandó szakértőnk. Köszöntöm én is a nézőket, szia Dávid! Interlagosba érkezett a mezőny, és ugye a múlt héten én továbbra is fenn vagyok akadva azon a mondaton, amikor még Suzukát dicsértük, hogy vajon lehet-e überelni azt a versenyt, és hát nem valószínű, hogy a Red Bull ingen sikerül. Összességében én azt gondolom, hogy legalább egy nagyon hasonló és izgalmakkal teli versenyt láthattunk ott is a VSR F3-as pilótáitól. Én ugyanerre számítok Interlagosban is, ahogy említetted a rengeteg előzési pontot. Hát én kíváncsi várom, hogy ebből mennyit használnak ki a pilóták. Az biztos, én azt gondolom, és már kijelenthető, hogy Pála Balázs és Tóth Dávid fognak itt megküzdeni ebben a bajnokságban a bajnoki címért, és ez a két pont, ami jelenleg elválasztja a két pilótát, az nem túl sok, úgyhogy én nagyon várom ezt a futamot is, hogy merre billen a mérleg nyelve ezután. Pála Balázs egy jó 3/10 másodperccel nyerte a szabad edzéstől, ugye a jelen pillanatban a bajnokságban a második helyen áll, mindössze 2 pont a különbség, tehát ahogy azt az előbb mondtam Tóth Dávidhoz képest. Eddig Pála Balázs vezette a bajnokságot, a legutóbbi Red Bull Ringi verseny hétvégén változott a bajnoki sorrend, 2 pont tehát most már Tóth Dávid előnye. Eddig Tóth Dávid némi hátrányban volt, azonban a Red Bull Ringen az időmérőedzést is megnyerte Tóth Dávid. A versenyt is megnyerte, utána valamint még pluszban, extrában a leggyorsabb kör is az övé volt, úgyhogy kiváló formában volt. Tehát aztán nagy kérdés, hogy itt Interlagosban ez a pálya, ami egyébként nagyban hasonlít olyan szempontból például a szezonnyitó versenyre, vagy akár a suzukai pályára is, hogy ha található is rajta kanyar, mert azért van jó néhány kanyar ebbe a pályába beépítve, annak ellenére, hogy ez valamikor még a kezdetek kezdetén egy ovál pályaként indult, a fele kétharmada még meg is van és használatban van. Szóval, ha van is rajta kanyar, akkor az nagyon-nagyon gyors, 150 km per órás sebesség fölött teljesíthető kanyarok bőven ezen a versenypályán. És hát valami hasonló volt Spa-Francorchamps is, valami hasonló volt Suzuka is, és mind a két versenypályán a bajnoki éllovasok kiválóan szerepeltek. Eléggé sokan indultak a bajnokság során, összesen 24 versenyzőnek sikerült eddig pontot szereznie. Van olyan versenyzőnk is, aki szerzett ugyan pontot, azonban büntetés miatt végül elvették tőle azokat a pontjait is. És hát vannak olyan versenyzők, akik, mint például az előző verseny hétvégén, hogy ezúttal sem tudnak elindulni, mint például Viski Róbert, aki az egész bajnokságtól visszalépett, valamint már nem az egész bajnokságtól lépett vissza, hanem csak ettől a fordulótól Heffler Robert, Gájár Balázs, valamint Kovács Ádám. Gájár Balázs egyébként betegséggel küzdik, úgyhogy már is jobbulást kívánunk neki. Én és a képen pedig Rós Andrást láthatjuk. Volt szerencsém tesztelni egyébként ezen a pályán, ezzel az autóval itt a futam előtt. Fellátogattam én is a gyakorló szerver, ami a pilótáknak is rendelkezésre állt. És Andris azért beavatott a pálya trükkjeibe és rejtelmeibe, úgyhogy ezt majd menet közben fogom mondani, hogy melyik az a kanyar, amiben kifejezetten figyelniük kell a pilótáknak, ugyanis megvan a maga trükkje. Nagyon-nagyon nehéz volt egyébként vezetni ezt az F3-as autót. Ugye tudjuk, ebben a bajnokságban mindenki azonos beállításokkal versenyez, és éppen ezért a pálya bizonyos pontjain adódnak nehézségek, mint például az a balos kanyar, ami most következik majd Rós számára. Ott ugyanis el kell dönteni, hogy nagy lendülettel szeretnénk ezt bevenni, és akkor inkább egy picit kisodródunk a rázókőre, ahol minimálisan megakad az autó, vagy pedig ilyen szépen szűken csináljuk, ahogy Rós, egy kicsit kevesebb lendülettel vágódunk be az ideális ívre, akkor viszont nem csúszik szélesre az autó, és nem akadunk fent a rázón. Úgyhogy ilyen trükkökkel egyébként tele van a pálya, itt lehetett látni, hogy Rós András inkább a szűk ívet választotta, ami nagyon érdekes lesz a versenyre nézve, hiszen több jó megoldás is van a pályán.
Úgyhogy én kíváncsian várom, hogy a pilóták közül ki melyiket fogja alkalmazni majd. Rós Andrásra kiemelten fogunk figyelni majd ezen a verseny hétvégén, ugyanis egyrészt ő lesz majd a verseny végi interjú alanyunk, úgyhogy őt fogjuk majd megkérdezni arról, hogy a versenye hogyan sikerült és hogyan élte meg belülről a dolgokat. Valamint Rós András az eddigi versenyek közül talán először a teszt során a legjobb időt autózta. 1 perc 27,655 ezred másodpercet autózott összességében, ugye ez egy összesített eredmény, ami az elmúlt heti tesztekből adódik össze. Mindenkinek volt lehetősége, ahogy te is mondtad, Boszko, te is egy pár kört beleraktál ebbe a dologba, és így tulajdonképpen mindenkinek megvolt az a lehetősége, hogy megmutassa széles közönség előtt is, hogy ő mit tud. Hát Rós András ezen a bizonyos teszten, tehát a leggyorsabb lett, itt pedig a legfontosabb adatok a pályáról. 29 fok van jelen pillanatban a szimulátor adatai alapján, és 35 Celsius fokos az aszfalt hőmérséklet. Nyilván mindenki ismeri ezt a vonalvezetést, nagyon sok különböző versenysorozatot rendeztek, a Formula 1 nyilván ezek közül a legismertebb, de helyi dél-amerikai bajnokságokat, brazil stock car bajnokságot, és korábban például Endurance világbajnoki versenyt is futottak itt a braziliai versenypályán Interlagosban, ami egyébként egy eléggé régi múltra visszatekintő versenypálya, még 1938-ban döntöttek úgy, hogy itt versenypályát fognak építeni, és 1940-ben, 82 évvel ezelőtt, már majdnem 83 évvel ezelőtt nyitott meg ez a versenypálya. Teljesen más volt akkor a vonalvezetést, mondom még egyszer, ez egy ovál pályaként indult, aztán többszöri átépítés követően nyerte el a jelenlegi formáját, viszont tulajdonképpen a nem csak a modern autóversenyzés, de az autóversenyzés kezdeti éveit is végig kísérte ez a helyszín. Tóth Dávid pedig, na ez az, ami szabálytalan, ezt nem szabad megcsinálni, amit Tóth Dávid megcsinált. Itt a célegyenes ráfordítóban a keresztbe csíkozott, mondjuk úgy forgalomtól elzárt területet nem szabad érinteni. Hogyha ezt sűrűn megcsinálja valaki, akkor azért utólag büntetést kaphat. Igen, az a rész ott baleset veszélyes, és ezért döntöttek úgy a szervezők, hogy ezt a futamon nem lehet majd megcsinálni, azt az ívet nem lehet választani. Ennek én azt gondolom, hogy egészen egyszerű oka van, ugyanis a versenyeken a pilóták fifikásan szokták alkalmazni azt a trükköt, hogy nagyon-nagyon behúzzák az autót, és így a szélárnyékban vagy nagyon közel közlekedő támadójuk nem sokat lát a pályából, és az utolsó pillanatban kiszokták látni az autót ott a fal előtt, és ezáltal a hátulról érkező pilótát veszélybe sodorják. Nyilván ugye trükkösen ez a cél, hiszen szimulátorról beszélünk, itt azért személyi sérülés nem nagyon történhet, és hát ezt szeretnék elkerülni a szervezők, hogy a futamon ilyet vagy ehhez hasonlót lássunk, a tiszta versenyzés kerüljön előtérbe inkább. Én attól tartok, hogy ebből még lesznek problémák majd a verseny során, valamint a verseny után, de hát reménykedjünk abban, hogy a versenyzők ezt a frissiben hozott szabályt, ezt így gyorsan betartják. Ugye ezt nem az iRacing nézi, nem maga a szimulátor figyeli, hanem majd utólag lehetnek ebből büntetések, tehát maga a rendszer off-tracket vagy pályalevágást és emiatt slowdown büntetést nem fog emiatt kiosztani. Simon Tamás vezet közben az időmérő edzésen, pont az előző körében futott egy nagyon jó kört, 1.28.061, ez már valahol ott van, mint a szabad edzésen, sőt, annál gyorsabb is. A szabad edzés során 1.28.244-jel zárt a képen látható Simon Tamás. Pála Balázs a második, 25 század másodperccel lemaradva, és 28 százados hátrányban Rós András a harmadik pozícióban. Tóth Dávidot próbálom nézni, ő jelen pillanatban az ötödik helyen áll. Jó 4 másodperc a lemaradása. Tóth Dávidnak volt már olyan versenye, a Spa-Francorchamps egészen konkrétan, amikor a mezőny végéről kellett indulnia, és úgyis dobogón zárt. Egyébként a két bajnokságot vezető versenyző, tehát Tóth Dávid, valamint Simon Tamás, ő az időmérő edzést vezeti, Pála Balázs, eddig mind a 4 versenyt dobogón zárta. Itt pedig Nagy Ádám, aki kisodródott a pályáról, ő is ott van a bajnokság élmezőnyében, egészen konkrétan a harmadik pozíciót foglalja el 89 pontjával, úgyhogy bár nem volt annyira jelentős az ő szereplése olyan szempontból, hogy dobogóra nem tudott oda kerülni,
Általában Tóth Dáviddal és Pála Balázssal nem tudta felvenni a harcot, azonban mégis szorgos pontgyűjtögetéssel ott van a harmadik helyen. Igen, és a harmadik helyért én azt gondolom, hogy nagyon nagy csata lehet ebben a bajnokságban, hiszen Nagy Ádám 89 ponttal áll a harmadik helyen, de nagyon közel hozzá Mihalidis Máté 80 egységgel, és őt pedig Rós András követi 7 ponttal lemaradva, akitől mindössze 6 pontra van Csikós Dominik. Én azt gondolom, hogy ebből a négyesből fog kikerülni a harmadik helyezettünk, de óriási csaták lesznek ezért a pozícióért évvégére. Az előbb láttuk egy pillanatra Henriket. Henrik Dávid ugye az előző versenyen egy elég különös balesetbe keveredett bele. Elég ilyen sokáig próbáltuk ott taglalgatni, hogy közte valami nagy levente közt mi történt. Azt egyébként versenybalesetnek minősítették végül. Itt van Henrik Dávid, aki jelen pillanatban a 9. Egyébként jól ment a teszt során, ott a második legjobb időt autózta. Hát nyilván itt, amikor 15 percük van a versenyzőknek, akkor az egy teljesen más körülménynek számít, mint amikor órákon keresztül lehet körözgetni. Fontos dolgokat nem mondtunk el, ugyanis a VSR Facebook oldalára, hogyha valaki fölmegy, és adott esetben szeretne monitort vásárolni magának, Samsung Odyssey monitorokról van szó, akkor az Oasis Computer jóvoltából egy 10%-os akcióval ezt meg lehet tenni. A bajnokság, valamint a közvetítés egyik kiemelt támogatója az Oasis Computer, de emellett még meg kell emlékeznünk arról is, hogy az iRacing maga is ajánlott föl bizonyos díjakat, ugye a versenyzőknek lesz majd ez nagyon jó, és az Apex Racing Academy is egy előfizetést, egészen konkrétan 2 darab előfizetést, egy hónapos Silver előfizetésekről van szó, fölajánlott a bajnokság versenyeinek nagy részén elinduló versenyzők közt, egészen konkrétan a 7-ből 5 fordulón kell elindulni ahhoz, hogy a sorsolásba be lehessen kerülni. Egyébként ebben a sorsolásban még kiosztásra kerül 2 darab 10 dolláros iRacing kuponkód, valamint fődíjként 1 darab Samsung Odyssey G3-as monitor. Ezt gyakorlatilag már megszokhattuk, hogy az általunk közvetített bajnokságokban a fődíj az a Samsung által felajánlott értékes ajándék, SSD vagy monitor, ezúttal ezt a Samsung Odyssey monitort ajánlották föl, és ezt fogja valaki megnyerni majd. Tóth Dávid pedig esélyes arra, hogy egy trófeával gazdagodjon majd. Az szinte biztos, hogy meg lesz ez a trófea a bajnokság végén, az azonban nagy kérdés, hogy mi lesz majd arra a trófeára ráírva. Bajnok, avagy második. A harmadik az már eléggé kevéssé valószínű. Tóth Dávid nehezen tudna olyan eredményeket elérni, hogy visszacsúszson a harmadik helyig. Én azt gondolom, Boszkó, hogy az eddigi versenyeken nagyon jó csatát láttunk, folyamatosan ment a harc az első helyen is, a dobogós helyekért is, de egyetlen dolog nem változott. Az első fordulótól az utolsó fordulóig, vagy legalábbis eddig a pontig, az eddigi 4 fordulóig, hogy Tóth Dávid és Pála Balázs abszolút dominálják a bajnokságot, és a közelükbe oda tudnak néha kerülni bizonyos versenyzők, de megverni őket nagyon nehezen sikerül. Ez így van, ez kettőjük csatájára redukálódott gyakorlatilag, én azt gondolom, a bajnoki címért folytatott küzdelemben, de Simon Tamásról is tudjuk, hogy nagyon-nagyon gyors versenyző volt, ugye neki kihagyott futama is, és voltak pehesen végződött futamai is, úgyhogy Simon bármelyik futamon odaérhet az élmezőnybe, ahogy Nagy Ádám is el tudja kapni a fonalat, és pont a képen látható Mihalidis Mátéról ugyanezt el lehet mondani, úgyhogy a sok gyors versenyzőnek köszönhetően Tóth Dávid jelenleg mindössze csak a 7. az időmérő edzésen, ami ugye azt jelenti, hogy nem szerez pontot, hiszen az időmérőn is osztanak pontokat, a kvalifikáció győztese 3 egységgel, a második helyezett 2 ponttal, a harmadik pedig 1-jel gazdagodik. Hát ezekről most lehet, hogy Tóth Dávid lemarad, aki miközben beszélek róla, már a 8. helyre csúszott vissza, és Nagy Mihalidis és Rós, illetve Pála is remek idővel az első 5-ben, és Csikós és Henrik volt az, aki be tudott jönni Tóth elé. Érdekesség egyébként, hogy Pála sincs az időmérő pontszerző helyének egyikén sem, tehát lehet, hogy ez a 2 pontos különbség, ami most van az éllovasok között, az meg is marad a futamra, úgyhogy egyikőjük sem szerez újabb egységet. Eke Dávid pedig, aki a legutóbbi Spielbergi verseny hétvégének a nagy meglepetése volt,
majdnem egy ötödik helyet összeszedett ott, aztán sajnos az utolsó kanyaros szélesítés miatt a rendszer 40 másodpercre megbüntette. Bemegy a boxba, úgyhogy ő nem fog javítani, a 11. helyen zár. Itt van Csikós Dominik, közben ahogy azt láttuk, leintették az edzést, és Pála neve mellett a boxban felirat villant föl. Az ötödik helyen Pála Balázs, tehát ő egészen biztosan nem fog majd pontot szerezni. Tóth Dávid, nem tudom, hogy kint van-e még a pályán, élő időeredményeket sajnos nem látunk, csak akkor frissül a rendszer, amikor éppen áthalad az adott versenyző a célvonalon. Csikós Dominik minden esetre kint van a pályán, ez egészen biztos, valamint az is, hogy Henrik bejött, és az is biztos, hogy a legutóbbi körében tudta legjobbat futni a jelenleg élen álló Simon Tamás. 1:28:010 Simon ideje, ezzel valószínűleg megnyerheti az időmérő edzést. Nagy a második helyen, Mihalidesz a harmadik, Rósa a negyedik, Pála pedig csak az ötödik, de ami még fontos, ahogy ezt az előbb mondta, Tóth Dávid csak a nyolcadik helyen, Simon is bement a boxba közben, ilyen szituáció még nem volt. Volt már olyan, hogy nem indult az időmérő edzésen, nem tudott részt venni Tóth Dávid, és akkor a mezőny végéről kellett indulnia. De a húsdarálóban a mezőny közvetlen közepén nem volt még a szezon során Tóth Dávid, úgyhogy ez egy nagyon érdekes verseny lesz ilyen szempontból is. Megnézhetjük a rajtsorrendet, ugyanis már mindenkit leintettek, mindenki befejezte a körét, úgyhogy szép lassan majd, amikor versenymódra átváltunk, ami néhány másodperc múlva meg is történik, miközben látjuk fölülről az Interlagosi pályát, akkor meg is nézhetjük a rajtsorrendet. Simon Tamás indult át az első helyről, az a Simon Tamás, aki egyébként a két nagy mellett, mármint a két bajnoki éllovas versenyzőnk mellett a harmadik leggyorsabb volt átlagot tekintve ebben a szezonban, csak balszerencsés volt, meg kihagyott versenyeket, megbüntették, úgyhogy neki eléggé érdekes szezonja van. Minden esetre az idei szezon során először a rajt első helyet megszerezte. Nagy Ádám a bajnokság harmadik helyezettje indul majd mellőle, Mihalidesz Máté és Rós András pedig a második sorban. Pála Balázs a bajnokságban második helyen álló, Pála Balázs az ötödik helyről indul, Csikós Dominik a hatodik, Henrik Dávid indul a hetedik helyről, és csak mellette Tóth Dávid a nyolcadik helyen. Több mint 4/10 másodpercet kapott az edzést megnyerő Simon Tamástól. Nagy Zsolt a kilencedik, Nagy Levente pedig a tizedik, két nagy tehát az ötödik sorban. Aztán jön Eke Dávid, akiről már az előbb beszéltem, ő már fél másodpercen kívül. Érdekes egyébként azt is megnézni, hogy az első 10 helyezett fél másodpercen belül végzett Simon Tamáshoz képest. Varga Péter, aki szintén nagyon jól ment Ausztriában, ezúttal a 12. A 13. helyen Péceli Zoltán, Asbóth Tamás a 14. Popovics Tibor a 15. Aztán Budás Péter, Kertész Áron és Laza Balázs. Ez a 18 versenyző várja a rajtot, amely tehát néhány másodperc múlva kezdődik az Interlagosi pályán. Néhány másodperc, tehát addig várunk, amíg vagy a hátralévő néhány másodperc letelik, vagy ki nem jön mindenki a pályára és nem jelzi a rajtszándékát. Ez megtörtént, úgyhogy jönnek a lámpák, és ebben a pillanatban neki is lódulnak. Bal oldalt Simon Tamás a zöld autóban, jobb oldalt mellette Nagy Ádám, aki egy kicsit beragadt a rajtnál, és rögtön elkezdi őt támadni Rózs András, valamint Mihalidesz Máté is. Tóth Dávidra fókuszálunk a rózsaszín autóval, Csikós az, aki megcsúszik a zöld-fekete autóban. Tóth Dávid nem igazán tud előre jönni. A hatodik helyig, ha minden igaz, akkor előre mászott, már az ötödik helyen, úgyhogy a kigyorsítás, az előre jövetel, az valahogy mégis összejött neki az első sikánt követően. Rós András jelenti egyelőre talán a végállomást, sőt, Pála Balázssal, a bajnoki második helyezettel van nagy harcban. A két bajnok esélyes, tehát egymás mellett a negyedik helyért, az ötödik helyért harcban. Tóth Dávid remekül vette észre, hogy a Csikós Dominik pálya jobb oldalát elfoglalja, és ezért arra nem fog tudni kerülni, és nagyon jó reflexekkel teljesen kiment a bal oldalra, ezzel szerintem meglepte Róst és Pálát is, de legfőképpen Csikós Dominiket, aki visszaesett emiatt, úgyhogy Tóth oda be tudott bújni, és már a hatodik helyen Rós mögött. Ilyen jó rajtot nem igazán láttunk még az idei szezonban. 2 másodperccel vezet Simon Tamás Nagy Ádám előtt, és még az első kör le sem telt. Tóth Dávid pedig a 8. helyről
kettő helyet előre tudott jönni, és ott van előtte Rós András, aki meg nyilván a csapattársát próbálja védeni, Pál a Balást. Ugye beszéltünk már arról a szezon során, hogy nincs hivatalos csapatbajnokság, azonban vannak itt olyan versenyzők, akik azonos festéssel csapattársaként indulnak és segítik egymást. Nagy Ádámnak kell védekeznie Mihalidesszel szemben, Mihalidesz a külsőjében próbálkozik, mögöttük pedig jön Pál a Balázs, aki harmadikként becsatlakozva a második helyért folytatott csatába próbál valahogy előrébb jönni. Nagy Ádám egyelőre tartja a helyét, számára nagyon fontos lenne, hogy minél előrébb végezzen, és minél több pozícióval tudja megelőzni a bajnokságban első és második helyet elfoglaló Tóth Dávidot, valamint Pál a Balázst. Pál a Balázs azonban jön előre kívül, és lehet, hogy egyszerre két autót is meg fog tudni előzni. Mihalidesz mellett már elment, és lehet, hogy Pál a még nagyot is utolérheti. Mihalidesz azonban visszatámad a belső íven. Na, hogyha ez lesz itt Interlagosban, akkor elképesztő versenyünk lesz a következő nagyjából 3/4 órában. Ez parádés volt, amit Pál a meg tudott csinálni. Két autót is megelőzött, de nézzük csak Tóth Dávidot, aki szintén nem rest, és Pál a mögött tartotta az autóját, ezzel pedig ő is megelőzte nagyot, és már Mihalidesz mellett, mögött közvetlenül. Elképesztő jelenetek voltak. Pál a Balázs hihetetlen rutinnal oldotta ezt meg a külső ívről, és ez volt az, amit mondtam, hogy oda be lehet menni nagy lendületbe is, a külső ívről abba a balos kanyarba, és hát ezt meg is tette Pál a tesztelt is rá, én úgy tudom, és működött a versenyen, meghúzta és működött. Tóth Dávid pedig továbbra is csatában Naggyal, aki nem szeretné értelemszerűen feladni a pozícióit, de megérkezett Rós András is, hogy Tóthot idegesítse. Szépen kihúzódtak, itt volt az az elzárt terület, amire a versenybírák figyelmeztették a pilótákat, hogy nem szabad rámenni, és tovább folytatódik a küzdelem, most Csikós. Rós András ment neki Tóth Dávidnak. Egy pillanatra úgy tűnt, hogy Csikós Dominik fékezi el magát, és ő sodródhat egy kicsit ki, azonban végül Rós András fékezett túl nagyot a kelleténél, és neki is csúszott egy kicsit Tóth Dávid autójának. Na, nem tudom, hogy ez mekkora sérülést jelentett egyrészt Rósnak, másrészt Tóthnak, minden esetre Rós András nyakára azonnal ráesnek a többiek Henrik vezetésével. Itt pedig már Pál a Balázs, mögötte pedig Mihalidesz. Mihalidesz tudja tartani Pál a tempóját, és támadja a második helyért a bajnokságban második helyen álló Pál a Balást. Itt pedig Csikós Dominik, előtte Tóth Dávid, mögötte pedig Nagy Ádám. Hát Nagy Ádámnak nincsenek egyszerű pillanatai. Annak ellenére, hogy egy pillanatra úgy tűnt, hogy vissza tudja majd venni a pozícióját, aki arra járt, körbe tudta autózni. Igen, valóban volt egy ütközés az első kanyarban, de azért említettem Csikós nevét, mert egy ilyen lesi puskásként azonnal le is csapott a lehetőségre, és bebújt Rós mellé, aki ugye küzdött a kigyorsítással, miután összeértek Tóttal. Csikós egészen parádésan csinált, ezt itt lehet látni. Nagyon szűken, milliméterekre Rós autójától, és vígan elmegy. Erre mondják, hogy az autóversenyzéshez szükség van némi szerencsére is. Hát a szerencsefaktor ezúttal megvolt, de hát az embernek meg kell csinálnia a saját szerencséjét. Rós András jön vissza, úgy tűnik, hogy nem sérült az autó, vagy legalábbis nem olyan mértékben sérült az autó, hogy az nagy hátrányt jelentsen Rós Andrásnak. Egy mélyebb féktáv a külső éven, és kívülről tud így elmenni Nagy mellett. Nagyon úgy tűnik, hogy Nagy azonban visszajön. Tartja a pozícióját a hatodik helyet, Rós András azonban itt ismét előzési lehetőséghez juthat. Védi a belső ívet Nagy Ádám. Rós András azonban adott esetben, ha bátor és jól kijön ebből a kanyarból, jól megcsinálja a kigyorsítást, akkor ott maradhat. Ott is marad Rós András, ugyanazt csinálja, mint az előbb Tóth Dávid esetében láttuk. És most ő lesz már a kedvezőbb íven, ő van belül. És hát még mindig nem mondom, hogy megvan, még mindig nem sikerült letisztázni a nagyot. Három kanyar óta, most már a negyedik kanyar óta egymás mellett, és Nagy Ádámnak most kell visszafognia az autót, Rós András valahogy összehozta. Parádés küzdelem, és ki kell emelni Nagy Ádámot, aki iszonyatosan fair módon védekezett, de aztán nem is tudunk erről tovább beszélni, mert itt hátrébb már egy újabb csata van kibontakozóban, szintén Nagy, de Nagy Zsolt az, aki ott próbálkozott. Elég sok Nagy van a mezőnyben, úgyhogy bőven össze lehet őket keverni, hogyha csak így a feliratokat nézzük. Nagy Zsolt jelen pillanatban a 9. helyen, Nagy Levente pedig a 11. és hát elől pedig a 7. helyen Nagy Ádám, 3 Nagy a mezőnyben. A 18 versenyzőnek a nagy része, tehát Nagy Pál a Balázs közben.
Mihalidesszel. Mihalidesz el tudott menni Pála Balázs mellett, most már a harmadik helyen Pála. Ami pedig nagyon érdekes, egyrészt Simon Tamás tempója az edzésen, Simon Tamás tempója az időmérő edzésen, Simon Tamás tempója a verseny elején, és a többiek nem olyan gyors tempója, mint amire számítottunk. Körönként átlagban 1 másodpercet tudott eddig adni a komplett mezőnynek Simon Tamás. Itt látjuk a különbséget Mihalideszhez képest. Folyamatosan volt olyan kör az első, valamint a második kör, hogy 2 másodperc fölötti volt a különbség Simon, valamint Mihalidesz közt. Nyilván ez nem meglepő, hiszen Mihalidesz csatában volt. Ennek ellenére Simon Tamás tempója fantasztikus. Már jobb kör tudott autózni, egészen konkrétan 1:27.9-et, mint az időmérő edzésen a legjobb körében. Brutális Simon tempója, és azt gondolom, hogyha többiek mögötte folytatják a csatározást, mint amit én egyébként várok Mihalidesz és Pála közt, akkor Simon teljesen meg fog lépni, és hogyha nem hibázik, akkor ezt a versenyt akár könnyedén be is húzhatja. Ő talált valami kis trükköt ezen a pályán, hihetetlen az a tempó, amit diktál. Merem feltételezni, hogy csata nélkül sem tudná tartani jelenleg senki. Mihalideszre pedig közelít Pála Balázs a célegyenes végén, visszafogja azonban az autót. Lehet, hogy ez taktika. Egyrészt olyan szempontból, hogy üzemanyagot kell spórolni, és szeretne egy kis üzemanyagot spórolni, miközben Henrik is benne van itt a buliban, vagy Zsolt van előtte. Szóval üzemanyag spórolás miatt is tehette ezt, azért is, hogy biztonságra menjen, vagy azért, mármint a biztonságot úgy értem, hogy nehogy véletlenül egy csata következtében összekoccanjanak, valamint az is lehet szempont, hogy valahogy próbálják ketten összesített erővel, összefogva megfogni Simon Tamást, és valahogy utolérni Simon, miközben mintha kezdene egy kicsit kisütni a nap. Ó, Popovicsi környéke megint. Popovics is benne van sok mindenben, éppen Péceli az, akivel megy a nagy harc. Popovics itt közeliben, előtte Péceli, és Laza Balázs pedig a 12., 13., 14. helyért zajló harcban a boly végén. Laza Balázst a Hungaroringen láthattuk a legtöbbet, ahol gyakorlatilag Asbóttal végig csatázták az egész versenyt. Ugye már korábban is említettem, hogy az ő autóját nagyon könnyű felismerni erről a világos zöld felniről. Ő egyébként több bajnokságban is ezt használja, és a sisakján is ugyanez a szín látható, úgyhogy őt azért ki lehet szúrni. Hát jelenleg azt gondolom, hogy várja, hogy itt Péter és Popovics dűlőre jutnak ebben a párharcban, és megkapta a nyakába azt az Eke Dávidot, aki egyébként a Red Bull ringen kimagaslóan jól ment, de a végén elkövetett egy kisebb hibát, ami miatt megbüntette a játék, úgyhogy a végeredmény nem alakult aztán túl jól, és közben Nagy Zsolt Henrikkel csatázik, na nézzük itt, mi történt. Eke Dávid ott, az nagyon rövid végtáv volt, Eke Dávid egy kicsit elnézte ezt a dolgot, ennek köszönhetően szerencsére még sikerült az utolsó pillanatban elrántani a kormányt, azonban ennek köszönhetően jelentősen lesodódott a pályáról, és jelentős hátrányba is kerül. Ezt azért kiemelném, hogy nagyon-nagyon rutinos mozdulattal ki tudott bújni az előtte haladó mögül, így aztán nem okozott balesetet, megtalálta azt a bukóteret, ahol végül meg tudja állítani az autót. Erre is nagyon figyelnek a versenyzők, ami kimondotta remek a bajnokság összképét tekintve. Varga Péter van a 8. helyen, aki egy kicsit meg tudott lógni Nagy Zsoltól, Nagy mögött pedig Henrik. Varga Péter, Tóth Dávid csapattársa, ők általában egy csapatban szoktak indulni, azonban Varga Péter eredményei eddig elmaradnak attól, mint amire számítottunk tőle. Kezdte Spa-Francorchamps-ban az idényt egy 24. helyen, az gyakorlatilag ez kiesés volt számára. Aztán a második forduló a Hungaroring egy 8. helyet hozott neki, következett egy 12. hely a Suzukai versenyen, utána pedig egy versenyt kihagyott, és itt ér vissza a bajnokságba. Nagy Zsolt mögött nézeget Henrik, valamint ott van még a másik nagy-nagy Levente is, aki tehát az előző versenyen benne volt mindenben. Egészen konkrétan Henrikkel vannak még lezáratlan történetei, hát aztán meglátjuk, hogy folytatódik-e majd az, amit láttunk a Spielbergi versenyen. Elég erőteljes volt a kakaskodás kettejük közt, és most is valami hasonló készül. Ők valahogy mindig egymásra találnak.
Erik ezúttal lehet, hogy pozíciót fog veszteni. Látjuk, hogy mi lesz a vége. Egyelőre ez még egy fair küzdelem, bár ott volt egy kisebb kontakt, de talán egyik autó sem sérült meg. Ugye volt már ebből figyelmeztetés a bajnokságban, hogy valaki túl agresszívan védekezett, úgyhogy ezt is tudják a pilóták. A következő nem a figyelmeztetés lesz, hanem a büntetés. Az előző versenyt követően egyébként Péceli kapott egy figyelmeztetést, ez volt az egyetlen komolyabb büntetés, amit kiosztottak. Voltak még büntetések idő előtti kilépés miatt, ugye nagyon fontos szabály, hogyha a versenyt leintik, akkor attól függetlenül a levezetőkört azt teljesíteni kell, nem lehet úgymond kieszkelni. Miközben pedig Mihalidesz mögött jön Pála, azonban megint ugyanazt látjuk, mint az előző ilyen alkalomnál, hogy Mihalideszt igazából nem tudja támadni Pála, vagy éppen nem akarja, bár azért ösztönözheti az a tény, hogyha belenéz a visszapillantó tükörbe, akkor ott jön mögötte a bajnoki rivális Tóth Dávid. Szóval ezért két versenyző, Heffler Róbert, valamint Kovács kapott még büntetést, ugye ezt a bizonyos hármas szintű büntetést, miközben Nagy Levente jön előre, és próbál elmenni Henrik mellett, hát ezt nem hiszem el, megint egy Nagy Henrik összeütközés. Hányszor játsszák még el? Hányszor fognak összeakadni? És ott egy pillanatra Eke is majdnem ütközött az újra induló autóval. Valaki visszatért a pályára itt az ütközést követően. Na nézzük. Hát... én szerintem ezt nagy rontotta el. Nem tudom, hogy mi a véleményed, de ebből a kamerából nekem legalábbis úgy tűnik, hogy ő húzta rá a belső ívre túlságosan az autót. Megmondom őszintén, hogy ebből a szögből én sem tudnám megítélni. Hát én inkább úgy láttam, hogy tartja az egyenes ívet, és ott már érkezett a kanyarna. Lássuk még egyszer. Ugye Henrik van belül, és egyértelműen szerintem ő megy a pályán kifelé, így van. Én nekem ez az ítéletem, Henrik volt az, aki túlságosan próbált ott terelni a kanyar előtt, miközben már fordítani kellett volna az autót, és az ellenkező irányba, tehát balra. Kell lennél az esetnél egyáltalán hívást keresnünk, vagy inkább versenybaleset, de majd ezt megbeszéljük, miután Pála Balázs előzési kísérletét megnézhetjük Mihalidesszel szemben. Mihalidesz egy kicsit lesofródik a pályáról. Pála elég erőteljesen elkezdte most támadni Mihalideszt. Úgy tűnik, hogy kezd egyre közelebb kerülni Tóth, és ez már ösztönzi arra Pála Balázst, hogy egy helyjel előrébb lépjen. Ugye jelen állás szerint, hogyha a bajnoki küzdelmet megnézzük, akkor 2 ponttal ő lenne előnyben már, mint Pála Balázs. Na ez egy elég komoly hiba volt Mihalidesztől, azonban nem tudja kihasználni Pála ezt a hibát. És Tóth Dávid rájuk esik. Megérkezett Tóth Dávid. Ez egy gyönyörű hármas csata lesz, azonban én azt gondolom, hogy a második helyért. Simon eközben pontosan tudja, hogy csak tartania kell ezt a jó tempót, és akkor az a folyamatos előnyt fog kiépíteni, hogyha mögötte jövők csatáznak. Már pedig ez történik, hiába taktikázna Pála, azt gondolom, hogy már szeretné átlépni Mihalideszt, de Tóth Dávid pedig ott van a tükrében, ami nem lesz egyszerű feladat, hiszen védekeznie is kell, és támadnia is egyszerre, bár Tóth most kicsit lemaradt Pála belső íven. Egy rövid féktávval az meg lehet. Egyelőre a pozíció adott, lássuk, hogy ki tud-e gyorsítani. És úgy nézem, hogy igen, de vissza fog jönni Mihalidesz. Tóth pedig hátulról szemléli az eseményeket. Kicsit átvágta Pála a célegyenes ráfordító ívet. Nyilván ez szorongatott szituáció volt, Mihalidesz pedig vissza tud jönni a belső íven. Hátul pedig Csikós, valamint Rós is egymásra talált, tehát az 5. helyért zajlik még ott hátul a harc, és valóban, ahogy mondtad, nagyon úgy tűnik, hogy nem az első helyért lesz ezen a versenyen küzdelem, sőt, adott esetben a legnagyobb különbségű győzelmet is láthatjuk, bár azért ahhoz még egy kis előnyt fel kell építeni a Simonnak, de nagyon jó úton halad. Itt van Rós András, előtte Csikós. Csikós följött az 5. helyre, tehát itt pedig továbbra is ez a harc, ami a második helyért, valamint a bajnoki címért zajlik. Mihalidesz jelen pillanatban tartja a második helyét. Ő ugye a bajnokság 3. helyért van nagy harcban. 9 pont volt a verseny előtt a különbség közte, valamint Nagy Ádám közt. Úgyhogy erre a csatára is érdemes lesz majd figyelni.
adj Ádám jelen pillanatban a hetedik helyen, tehát jelen állás szerint Mihalidesz bőven átvenné a bajnokságban a harmadik helyet, és a, nem is olyan bőven, de átvenné az első helyet Pála Balázs. Na de meddig marad ez így? Azt gondolom, hogy nem sokáig, és Pálának nagyon gyorsan lépnie kell, hogy megelőzze Mihalideszt, aki egyébként szintén remek tempón van, miközben Rós és Csikós csatáját láthatjuk újra, felküzdelem ez is. Itt szerintem Rós jobban kapta el a kigyorsítást, aztán most már Pálát támadja Tóth, hát csak kapkodjuk a fejünket annyi a csata megint. Közben megkezdődtek a kiállások, és ho-ho-ho, Rós András megint kap egy ütést, ezúttal nem ő volt a hibás, hanem a mellette belsőivel jövő Csikós volt, az aki egy kicsit rásodródott, és összekoccantak, nem volt ez olyan durva dolog, minden esetre egy kemény, mondhatnám, hogy túraautós manőver formula autókkal. Minden esetre Csikós megtartja az ötödik helyet, ennek köszönhetően Rós András pedig a hatodik helyet birtokolja. Hát azért Rós András is fog tudni majd mesélni a verseny végén, amikor az interjút készítjük vele. Benne volt ezúttal is mindenben. Azonban ez a verseny ez nem úgy alakul számára egyelőre, mint amire talán ő is, meg mi mindannyian számítottunk, hogy a dobogós helyekért, sőt adott esetben még a futamgyőzelemért is harcban lehet. Nyilván ebben azért nagy szerepe van annak a, hát nem mondom, hogy kisebb fajta koccanásnak, mert az elég durva baleset volt. Minden esetre az autó az nem sérült, időt azonban vesztett Rós András. Tóth is a boxban, na! Tóth is úgy döntött, hogy kijön és megkezdi a kiállásokat, miközben Rós András harcban van naggyal. Nagy mehet el Rós András mellett, és itt van Tóth. Sikerült megelőznie Csikóst, ugye Csikós Dominik egy picit lesodródott, kiterelte Róst, és ennek következtében Rós lendületet veszített, és megkapta egyből Nagy Ádámot. Ebből is látszik, hogy mennyire szoros az egész mezőny, és mennyire jó pilóták vannak, hogy egy ilyen gyakorlatilag egy másodperces megingás már azt eredményezi, hogy Nagy Ádám rögtön odaér, és parádés mozdulattal meg is előzi Rós. Nem vagyok benne biztos egyébként, hogy Rós autója 100%-os maradt az ütközést követően. Nem csak az ütközésre gondolok, hanem ott elég magas a rázópő, amin gyakorlatilag egy az egyben átugratott autójával Rós. És ott bizony lehet, hogy szerzett valamiféle sérülést a padló lemezre, de hogyha kijön a boxba, akkor meg tudja javítani az autót, ugye ebben a bajnokságban is engedélyezett ez a gyors javítás, az úgynevezett fast repair, úgyhogy ha bármi ilyet tapasztal Rós, és ilyenkor kint is szoktak maradni még pár körig, amíg meg nem bizonyosodnak arról, hogy sérült az autó, hogy elhasználják ezt a lehetőséget, én azt gondolom, hogyha úgy ítéli majd Rós, hogy kapott egy nagyobb ütést a kocsi, akkor ezt ezzel a lehetőséggel élni fog, miközben a külső íven próbálja visszaelőzni Nagy Ádámot. Érkezünk az első kanyarhoz. Vajon sikerül-e kellő erővidet előznie? Szerintem nem, mert Nagy ott tartja az autót. Így van. Nagy Ádám parádésan védekezik, és nem is tud lendületelőt szerezni Rós. Szélárnyékkal tud dolgozni, nagyon rutinosan zárja a belső évet, ezt csak kívülről fogja tudni megcsinálni Rós. De ebben neki van rutinja, ő erre tesztelt. De bent tartott a szűken, Nagy Ádám marad az ötödik, parás kis csata, miközben Tóth, én azt gondolom, hogy azért döntött a korai kiállás mellett, mert úgy vélte, hogy ott a Mihalidesz Pála csatából nem jöhet ki jól tempó ügyileg, úgyhogy megpróbált egy korai kiállást, hát ha kap egy tisztább pályát, ez akár még be is jöhet, jelenleg a 12. helyen Henrik mögött a kiállását már teljesítő Tóth. Igen, ezzel az a probléma, hogy Tóth Dávid most így Henrik mögé van beragadva. Nyilván a taktika szempontjából elég érdekes, hogy majd Pála Balázs mikor fog kijönni. Ugyanis, ahogy azt az előző versenyeken is láttuk, a hideggumi az elég nagy hátrányt jelent. Na most nyilvánvalóan a következő köröket hideggumival kell teljesítenie a Tóth Dávidnak, azonban éppen ezért talán nem akkora hátrány az, hogy pont Henrik mögött van, Mihalidesz is bejött közben a boxba. Szóval talán nem olyan nagy hátrány, hogy Henrik mögött kell vesztegelnie egy kicsit, és amikor majd fölmelegszenek a gumik, akkor Tóth Dávid ebből a helyzetből előnyt tud kovácsolni, és nagyjából egy két körrel hamarabb
Egy kicsit szerintem ezt a kiállást elrontott a Mihalidesz, mint hogyha még előrébb kellett volna mennie egy kicsit. Szóval egy kicsit hamarabb fog majd normál tempóban autózni, mint ahogy a riválisok, például Mihalidesz, valamint majd a ki tudja mikor a boxba érkező Pála. Igen, Pálának ez most nagyon jól jött, hiszen Mihalidesz is kiállt, akivel csatázott, és Tóth is kiállt mögül le. Így aztán végül a legtürelmesebb Pála Balázs kapta meg az üres pályát, hiszen 9 másodpercre Simon, elképesztő az a tempó, amit Simon Tamás diktál, és mögötte viszont Csikós Dominik, mármint Pála mögött pedig már több mint 5 másodperccel le van maradva, úgyhogy Pálának most csak arra kell figyelnie, hogy a maximumot kihozza az autójából, és a legjobb köröket autózza, hogy aztán a kiállások után visszatérhessen a második helyre, aztán itt Tóth Dávidot láthattuk, miközben próbál előre jönni, és a boxból már szintén visszatérő Mihalidesz volt ott Henrikkel csatában, és ő is megelőzte. Egyszerre tudott kettőt. 10-11. helyen. Egyszerre tudott kettőt előzni Tóth Dávid. Ezt most meg is nézhetjük visszajátszásban. Először Henrik mellé tette be az autót, aztán még a bőven hideg gumikkal közlekedő Mihalidesz mellett is el tudott menni méghozzá, úgyhogy nagyon szűken tartotta az autót, és utána, hát ez milyen manőver volt, ez hogy dobta be ezt a kocsit? Zseniális. Egyszerre kettőt tud előzni Tóth Dávid. És ezzel egy nagyon nehéz feladatot teljesít, Henrik jön be közben a boxba. Ezzel egy nagyon nehéz feladatot teljesít, ugyanis nagyon fontos volt az, hogy Mihalidesz, aki mögött volt a kiállás előtt, meg tudja előzni. Úgy tűnik, hogy egyelőre a taktikával nincsen probléma Tóthnál. Bár hát lehet, hogy az is közrejátszott ebben a dologban, sőt biztos, hogy való igaz, hogy lehet abban valami, hogy egy kicsit rosszul állt be a boxba, ugyanis egy jó másfél másodperccel lassabb volt Mihalidesz kiállása. Igen, ott jól látható a Mihalidesznek, még egy picit előrébb kellett gurulnia, ugye ugyanezt a hibát láthattuk Pála Balástól is a Red Bull ringen, aki nagyon-nagyon lassan állt be a boxba. Én úgy tudom, hogy azóta Pála dolgozott már ezen, hogy minél hamarabb megtalálja a pit helyét, hiszen azon konkrétan a versenye, a futam győzelme úszott el. Jön Simon! És itt most Mihalidesz követte el ugyanezt a hibát. Simon Tamás senkitől nem zavartatva az élen autózik. Egy pillanatra úgy tudott, Simon azért húzódott volna belőle, hogy bemenjen a boxba, de ő még megy tovább. Itt azonban Rós András meg Nagy Ádám, akik szintén mennek tovább méghozzá egymás mellett. Igen, és Nagy támad most. Ja, nem lehet eldönteni, hogy melyikük van előrébb, annyira szoros ez a küzdelem. Simon egyébként azt gondolom, hogy addig kint fog maradni, ameddig csak tud, hiszen hogyha most jönne a boxba, akkor belekeveredne a mezőn sűrűjébe, és ezt szeretné elkerülni. Neki az lenne a legjobb, hogyha utolsónak tudná teljesíteni a kiállását, és hogyha abban nem csúszik valami hiba, akkor egyértelműen vissza fog jönni az érre. Itt láthatok pont azt a különböző technikát, amit mondtam erre a bal kanyarra. Ugye Rós volt az, aki szűken vette, és Nagy pedig az, aki kicsit több lendülettel beesett a kanyarba, és láthatjuk, hogy a végeredmény gyakorlatilag ugyanaz, Rós nem került közelebb Nagyhoz. És hallottad, hogy mennyire spórolt Rós András a féktávon? Ő is próbálja a taktikát a lehető legjobban alakítani, és valahogy előre törni egy kedvezőbb taktikával. Mögötte Varga, ő is fölért most már, annak köszönhetően, hogy ők ketten Nagy Ádámmal el vannak foglalva egymással, itt pedig Tóth. Tóth tempója nagyon jó. Az előző körben 1.28.0.11-et autózott, fél másodpercet adott ezzel Mihalidesznek, nyilván neki még most lesznek majd tökéletes állapotban a gumiai. Tóth Dávid meg folyamatosan csökkenti a hátrányát az élmezőnnyel szemben. Most már olyanok a gumik és olyanok lehetnek a körök, miközben Rós András és Nagy Ádám csatájából az előbb egy pillanatra Rós volt előrébb. Rósnak azonban vissza kellett fognia az autót, nem tudott olyan sebességet áthozni ezen a kanyaron, mint amit kellett volna. Szóval a tempó tekintetében nemhogy az élmezőnnyel fölveszi a harcot, hanem most már sokkal gyorsabb tud lenni, mint például Pála, vagy mint például Csikós Dominik, de ami még ennél is fontosabb, hogy Simon Tamásnál is gyorsabb tud lenni. Hát igen, csak Tóthnak meg kell küzdeni az elemekkel, amíg Simon és Pála gyakorlatilag zavartalanul mehetnek a mezőnyben.
pilótnak addig át kell rágni magát azokon a pilótákon, ami majd időveszteséggel fog járni, akik még nem teljesítették a kiállást. Miközben Varga is bekapcsolódik ebbe a kis párharcba. Rós András remekül előzött, Varga pedig támadja nagyot, aki zárta a belső évet, és ott mögöttük már Péceli. Nagyon bátor manőver volt ez Vargától. Nagy Zsolt lesz az, aki Varga mögött érkezik. Eléggé bátor volt a manőver, és épp hogy sikerült még megfogni az autót a baleset előtt. Aki pedig a legjobban kijött ebből az egész dologból, az Rós András volt, aki hát egy jó másodperces, meg szép lassan egy másodperces előnyt ki tudott autózni Nagy Ádámmal szemben. Úgyhogy végül ebből a legalább 5-6 kör óta tartó csatából ő jött ki győztesen. És hogyha egy jó tempót tud most diktálni a következő körökben, akkor azzal megalapozhatja. Nem mondom, hogy az esélyét a dobogóra, de a többiek kiállásaitól, valamint Rós András összesített tempójától függően még adott esetben ez is előfordulhat. Jön Nagy Zsolt is közben. Megfigyelted-e, hogy pont a képen látható Varga és Nagy mindig úgy megbújnak a mezőnyben, és a nagyon jó és stabil verseny tempójuknak köszönhetően a futam végére odaérnek mindig az élmezőny végére, és ezt láthatjuk most is. Ebből viszont most így kialakul egy kis párharc. Ez az, aminek az ellenkezőjét láthattuk eddig a szezonban Simon Tamástól, hogy a Red Bull Ringer is nagyon jól ment, fölzárkózott azt követően, hogy a box utcából kellett indulnia, és aztán a verseny végén, amikor már ott lehetett volna, adott esetben még a dobogóért is harcban, akkor eldobta az autót, és gyakorlatilag az egész szezonja az valami hasonlókat. Hóha, közben pedig Nagy Ádám. Nagy Levente dobja el az autót. Ez a 13-as rajtszám volt. Nagy Levente a 11. helyen. Remélhetőleg meg is nézhetjük majd, hogy pontosan mi történt. Ott is a pálya szélén egy autó. Méghozzá az Kertész autója, így is van. Ő már körhátrányban. Eléggé szenvedősen megy körbe. Itt pedig Varga, Nagy Zsolttal harcban. Nagy Zsolt a külsőjében próbálkozik a 6. helyért, tehát ideiglenes ez a 6. hely, zajlik a harc. Nagy Zsolt a külsőjében, de szépen tartja az autót, egy kicsit a végén megcsúszott. Ennek ellenére a belső ívre kerülve a sikán 2. szakaszában simán el tudott menni Varga mellett. Ez egy szép előzés volt. Ez egy egészen parádés mozdulat volt, ahogy Nagy Zsolt megfogta ezt az F3-as gépet. Ugye nagyon szélesről kezdte a kanyart, hogy Varga mellé beférjen kívülről, és egy picit megúszott ez az F3-as autó. Na nézzük itt, mi történt Nagy Levente. Itt szimplán keresztbe úszott az autó, ennyi történt. Be is ment egyébként azt követően a boxba. Mentél néhány kört a pályán. Mennyire veszélyes ilyen szempontból ez az autó? És mondjuk pont ezen a részén a pályának mennyire van benne az, hogy egy korai gázadásnál vagy egy késői fékezésnél az autó bepicsakoljon és keresztbe álljon? Nagyon benne van. Közben végig se tudjuk mondani, mert itt Henrik megint nagy csatában Naggyal, Nagy Levente, az aki ott van mellette. Na lesz-e megint ütközés? Az egész szezon nagy kérdése, hogy lesz-e ütközés, amikor... Persze, hogy lesz ütközés. Hát hogy ne lenne ütközés? Amikor ők ketten egymás környékére kerülnek, akkor azt ütközés nélkül nem lehet megoldani. Varga pedig közben visszajön Nagy Zsolt mellett. Egy kicsit ki tudja terelni az ívről, és a célegyenes végi féktávot követően Varga már a 6. helyen. Péceli és laza közben a boxba. Ez legalább ugyanolyan parádés manőver volt Vargától, mint amit az előző körben Nagy Zsolt bemutatott ugyanott. Érkezik laza, szintén a boxba. Kötelező kerékcsere és tankolás, ugye ez mindenkinek kötelező, tehát ezzel nem tudnak taktikázni a pilóták, csak azzal, hogy mikor jönnek ki és mennyit tankolnak rá. És folytatódik a Henrik Nagy Levente féle küzdelem. Ebből is majdnem ütközés lett. Mondjuk ez pont egy olyan része a pályának, ahol adott esetben nem egyszerű elkerülni az ütközést. Hát ők elég jól el vannak egymással. A bajnokság 5. fordulóján is egymásra találtak. Szerintem a bajnokság végén valami külön díjat nekik ki kéne osztani.
Igen, ők végigcsatázzák nem csak az adott versenyeket, az egész bajnokságot. Ezt most nagyon-nagyon szépen oldotta meg Henrik. Úgyhogy jelenleg ő van előrébb a 12. helyen. Nézzük az ismétlést. Nagy Levente húzódott ki. Henrik nem ijedt meg. Ott tartotta az autót, és emiatt jobban ki is tudott jönni ebből a kanyarból. Hogy talán egy picit előnyre is szert tett Nagy Leventével szemben. Na, itt van Tóth. Érkezik az első Nagy kanyarhoz. Pedig a boxban közben, bocsáss meg, de ők bejöttek az előző kör végén a boxba, úgyhogy Tóth emiatt tudott előre jönni egy pozíciót. Csikós Dominik és Nagy Zsolt el is hagyja a box utcát. És most már, hogyha az élmezőnyt nézzük, akkor az első 5 helyen haladó versenyzőnek kell még letölteni a kiállást. És a kiállást már teljesített versenyzők közül Tóth Dávid a legelőkelőbb helyen, Nagy Zsolt pedig a kiáratnál megcsúszik. Igen, ott nagyon-nagyon vigyázni kell, ott nagyon meredek a kijáratnál közvetlenül az a lejtő, ami rávezet a kivezető útra, és szerintem ott belül, ha nagyon belül vette, akkor az megdobhatta. Itt a bója mellett kell figyelni, ha nem megy ki jobbra teljesen, ott egy bukkan, és el is úszik a hátulja. Ez mennyire ez egy ismert dolog egyébként. Pont ezt akartam kérdezni. Ismert abszolút, Interlagosban ez benne van, ott nagyon nagy a talaj egyenetlensége, és ott ki kell menni gyakorlatilag majdnem, hogy a korlát mellé jobb oldalra, vagy nagyon belül kell venni, a kettő között nem szabad. Itt az iRacingben laser scannelt pályák vannak, tehát ez a valóságban is pontosan így nézett ki, amikor ott jártak a szakemberek és beszkennelték ezt a pályát, ott nagyon-nagyon vigyázni kell. Többek között nekem is sikerült már itt beforgatnom az új LMDH autót, úgyhogy nem túl nehéz azt gondolom ott hibázni, és most ebben szaladt be vele Nagy ebbe a hibába. Szóval visszatérve még az előző esetre, miközben Eke Nagy Zsolt mellett. Eke Dávid van a belső íven, Nagy Zsolt eléggé hátra esett, ugye Elke Dávidnak is volt már egy hibája, kisodródott a pályáról. Arra emlékezhetünk, pont itt a célegyenes végén volt az a hiba. Elke Dávid ezzel az előzéssel följön a 10. helyre. Hát Nagy Zsolt sajnálhatja, mert Vargával jó csatát vívtak. Varga jelen pillanatban az 5., azonban őt még várjuk a boxba. És hogyha azt nézzük, hogy Tóth Dávid mögötte jön 4 másodperccel, és értelemszerűen nem 4 másodperc alatt fogja megejteni Varga a kiállást, akkor Varga hiába, hogy jó csatában volt, hiába, hogy rendben van a tempó, azonban, és ezekből az adatokból is látszik, hogy az élmezőnnyel fölvenni a harcot sem köridőben, sem pozícióban nem tudja Varga. Tóth azonban igen. Tóth jelen pillanatban mindenkinél gyorsabban tud autózni, méghozzá nem is kevéssel. A legutóbbi körökben, hogyha az átlagokat nézzük, és remélem, hogy ezt valamelyest majd meg tudjuk mutatni, amikor Varga, hogyha esetleg olyan ütemben áll ki a többiekkel szemben, tehát Pála Balázssal, Simonnal, vagy éppen Mihalidesszel szemben a különbséget, akkor igazából azt látjuk, hogy 2-3 tized másodpercnyi különbségek minimum megvannak. Az előző kör az mondjuk olyan szempontból jó volt Mihalidesznek is, és Pálának is, hogy viszonylag közel tudtak maradni Tóth idejéhez, de még mindig az abszolút legjobb időt az előző körökben Tóth Dávid autózta. Hihetetlen jó tempóval jön. És egy újabb Nagy Levente csata. Kitalálod-e, hogy ki az ellenfél? Nem, fogalmam sincs. Hihetetlen, akkor és elmondom, ki nem találod, hogy mi történt? Ütközés. Ütközés a vége megint, és még egy ütközés. Szerintem nekik valami külön bajnokságot kéne indítani, vagy én nem tudom, de hogy mindig egymásra találnak, és megérkezik Laza Balázs is, hát ő megpróbál menekülni, és megpróbálja valahogy úgy lehozni ezt a futamot, vagy ezt a párharcot, hogy a két ősrivális harcából épp autóval valahogy ki tudja jönni, és akkor megint lesz egy koccanás Nagy valamint Henrik közt. Lehet, hogy lesz, sőt biztos, hogy van. Laza Balázs pedig menekül, és hát szerintem már nem is nagyon kell emelnünk a hangunkat, mert ez olyan, mintha megkezdenének egy újabb kört a versenyzők, vagy elindulna a futam, adott esetben jönne egy kiállás. Valamit lehet, hogy itt a felügyelőknek tenniük kell majd,
mert ez a két versenyző nagyon-nagyon összeveszett. Igen, és ebben a szituációban Laza Balázs egyáltalán nem volt hibás. Bevette a kanyart, ott a rázókő vége, gyakorlatilag egyenesen megy, tényleg csak annyira tér vissza a pályára, hogy ne legyen a füle kényszerítve. És hát nem volt ez netkód? Talán netkódos ütközés, igen, egy picit. Henrik közel ment Lazához, és ahogy ő tért vissza a pályára, ilyen minimálisan, hogy ott a befejező rázók után ne menjen a fűre, ott volt még közöttük egy pici hely, ezt azért elvette most a játék, és hát végül ez vetett véget itt Henrik és nagy küzdelmeinek, nagy Levente is a boxban közben. De majdnem, hogy borítékolható volt, hogy így vagy úgy, de ennek a párharcnak ez lesz a vége. Na nézzük még egyszer, ott van Laza elől. Ez egy kemény csata volt, ezzel még semmi probléma nem volt, és nagyon furán picsaklik meg Henrik autója. Elég valószínű, hogy ez a bizonyos netkód jelenség jött elő, ami azt jelenti, hogy a rendszer maga, az iRacing, úgy érzékeli, minthogyha kontakt lenne a két autó közt. Nagy közben a negyedik helyre már mint Nagy Ádám megérkezik a boxba. Szóval a rendszer úgy érzékeli, minthogyha kontakt lenne a két autó közt, azonban valójában még, ahogy látjuk, egy ilyen 10-20 centis távolság van. Hát ez sajnos az iRacingnek egy ismert hibája, és ezzel egyelőre igazán lehet mit kezdeni. Igen, ritkán fordul elő, de ezt egyébként a versenyzőknek kell észben tartani, és egy nagyon picit rászámolni a helyekre. Közben Nagy, azt gondolom, hogy hibátlanul teljesítette ezt a kiállást, mármint Nagy Ádám. Gondoltad volna, hogy Magyarország leggyakoribb vezetékneve a Nagy? Nem. Ennek utána néztél? Igen, ezt konkrétan tudom, de ez a bajnokság is igazolja ezt, hiszen tényleg tele vagyunk nagyokkal, mindig ellenőrizzük el, hogy esetleg nagy rosszat mondjon az ember. Az lenne a szép, hogyha még a keresztnevük is megegyezne. Ugye volt egy versenyzőnk, ugye Tóth Dávid Archibald, aki csak a harmadik neve miatt nem került folyton összekeverésre Tóth Dáviddal, Davesszel. Ő már két verseny óta nincs itt a bajnokságban. Konkrét információink nincsenek, hogy miért kell kihagynia ezt a versenyt is. Minden esetre egy nagyon gyors versenyző volt, aki a Hungaroringen nagyon jól szerepelt. Azonban azt követően sorra hagyta ki a versenyeket. Ott is bal szerencsés volt egyébként a versenye, tehát a tempója neki is megvolt, de valami hasonló helyzet volt vele, mint Simon Tamással, hogy a verseny az összességében nem akart összejönni. Közben Nagy Zsolt a képernyőn Eke Dávid mögött. Ugye Nagy Zsolt volt az, akinek nem sikerült a kiállás, a kivezetőn beforgott, ahogy jött volna ki a boxból. És emiatt esett ennyire vissza. Ugye ő Vargával csatázott, Varga jelenleg is a negyedik, de ahogy láthatjuk, ott az oszlopok jobb oldalán Varga, Rós, Pála és Simon egyelőre nem teljesítették a kötelező boxkiállást, tehát ezzel nem lehet taktikázni, nekik is jönniük kell. De hát biztos vagyok benne, hogy Varga Nagy Zsolt elé fog majd érkezni a kiállást követően. Én azon gondolkozom, hogy mennyit vesztenek a versenyzők egy kiállással? Mert az a 29 másodperc, ami Simon valamint Tóth közt van, most már nem Pála Balást kell szerintem szép lassan nézni Tóth Dáviddal szemben, hanem Simon Tamást, szóval az nem tűnik egy túl biztató dolognak. Igen, Tóth elképesztő tempón van, és nagyon-nagyon sokat hozott Simon Tamáson, miközben Pála érkezik a boxba, akinél ki akartam emelni, hogy miután ott befejeződött a csatározás, gyakorlatilag tartotta Simon Tamás tempóját, de Tóth viszont úgymond elbújt a mezőnyben, és mindkettejüknél gyorsabb volt. Lényegesen jobban sikerült Pála kiállása, mint a Red Bull Ringen. Na és na akkor jön vissza Pála Balázs. Ő nem forgatja meg az autót a kijáraton, azonban nagyon keményen nyomja neki. Varga Péter is megérkezett természetesen Tóth Dávid elment mellett, és Tóth Dávid el tud menni Pála Balázs mellett is. Nagyon úgy tűnik, hogy Tóth Dávid át fogja venni, legalábbis, hogyha nem ezen a ponton, de hamarosan át fogja venni a harmadik helyet, ugyanis ő meleg gumikkal jön, jó tempóban jön, nagy lendülettel jön, és Pála Balázs azért tudja, hogy hol kell leterelni a pályáról, tehát ő eléggé rutinosan csinálja ezt a dolgot. Nagyon közel egymáshoz a két autó, és a belsőjében lesz Tóth Dávid. Itt nem valószínű, hogy meg tudja majd fogni a hideg gumikkal a külsőjében féktávon az autót Pála.
úgyhogy simán el tud menni Tóth Dávid mellette. Igen, esély nem volt Pála Balázsnak, ezeknek a gumiknak kell legalább egy, de inkább másfél-két kör, hogy felmelegedjenek. Ahol tudta, próbálta hibára kényszeríteni Tótot, ami szerintem remek meglátás volt, hogy ne adja oda ezt a helyet csak úgy, és jön Simon is. De az előző miatt, tehát Pála kiállása miatt láthattuk, hogy ő azért bőven Tóth elé fog érkezni. Szóval valamennyire Pála megválaszolta azt a kérdést, hogy Tóth tempója mire volt elég. Ez nem tudom, hogy mennyire volt szabályos Simon Tamástól, hogy a box helyeken áthajtott, minden esetre ővé az utolsó box hely, keveset kell tankolni az autóba, és mehet is tovább Simon Tamás. Megérkezik Rós András is a boxba, Simon Tamással azonos körben, és itt jön Tóth Dávid, aki át fogja venni a második helyet, és Simonhoz sokkal közelebb fog kerülni, mint amire előzetesen lehetett számítani. A verseny első felében nem volt meg a tempója Tóth Dávidnak, és igaz, hogy még ez a különbség ez 10 másodperc környékén van. Nyilván itt a melegebb gumikkal Simonhoz képest Tóth Dávid jobb tempót fog tudni majd autózni, de megmondom őszintén, hogy eléggé nehezen tudtam azt elképzelni, hogy 15 másodperc alatt legyen mondjuk a különbség azt a tempót nézve, amit Simon a verseny elején tudott autózni. Most így egy ilyen 10-11 másodperc, hogy a Tóthot valamit Pálát nézzük. És Pála egyébként nem szakadt le annyira Tóttól. Nem szakadt le, valamennyire szerencséje is van, hogy a már meleg gumikon közlekedő Tóth mögött tud jönni, miközben pont azt látjuk, hogy itt belassul. Na, mi történt Pálával? Igen, elég most rendesen. Most viszont már leszakadt. 2 másodperc környéki már a különbség. Lehet, hogy Pála Balázs megcsúszott, amit nem láttuk. Igen, én azt gondolom, hogy ott lehetett egy kisebb forgás, amiből aztán el tudott jönni, de hát Mihalidesz Máté közeledik. Nincs messze, már 2 másodpercen belül, ahogy azt is láthattuk, hogy Rós András pedig a remek tempót autózó Csikós Dominik mögé érkezett vissza kiállását követően, és ugye Rós van még hideg gumikon. 1.28.1 volt az előző köre Mihalidesz Mátének, 1.28.0-át autózott Tóth Dávid, Pála Balázs pedig az előző megcsúszásának köszönhetően, elfékezésének köszönhetően 1.29.6-tal a harmadik helyen. Hát neki most eléggé iparkodnia kell, hogyha fel akar zárkózni, ha vissza akar zárkózni Tóthra. Igen, biztos vagyok benne, hogy próbálta gyorsan felmelegíteni a gumikat. Ez kockázatos, ugye ezt láthattuk korábban. Tóth Dávid is bemutatta, hogy a hideg gumikon túlságosan nyomni nem lehet az autónak. Miközben Nagy Zsolt és Eke Dávid továbbra is csatában, nagyon közel Nagy Zsolt. Mondhatni, hogy gyakorlatilag támadási távolságon belül, és itt most húzza is a szélárnyék, de ez már túl késő, itt nem fog próbálkozni, tudom, majd talán a kör végén a célegyenesnél. A 10. helyért megy a harc. Eke Dávid, ugye ahogy mondtuk, Spielbergben majdnem egy 5. helyet összeszedett, aztán pont az utolsó kanyarban szélesített, az utolsó kör utolsó kanyarjában, és az már a 17. X volt, tehát incidens pont, pedig automatikus áthajtásos büntetést eredményez, viszont mivel nem lehetett már a verseny végén letölteni ezt az áthajtásost, ennek köszönhetően 40 másodperc büntetést számolt a rendszer, és ha emlékeim nem csalnak, akkor a 12. helyre csúszott azzal vissza. Itt pedig Tóth Dávid, aki egy kicsit lassabb, sőt, 1.29.09-el sokkal lassabb volt, mint Pála Balázs. Na Tóth Dáviddal mi történt az előző körben? Pont azt akartam elkezdeni fejtegetni, hogyha Tóth Dávid megszerzi ezt a második helyet, akkor újabb 5 pontot hozzá tud pakolni a 2 pontos előnyéhez, és 7 pontos előnnyel fordulhatna az utolsó 2 versenyre. Így azonban már egyáltalán nem biztos az, hogy a Tóth Dávid-Pála Balázs küzdelem az egyrészt lefutott, másrészt pedig Tóth Dávid javára lesz eldöntve. Igen, Pála valószínűleg a hibáját követően úgymond egy kicsit vérszemet kapott, ugyanis 28 alatti kört jött, az élen haladó Simon is 28-asat tudott csak futni, tehát még nála is gyorsabb volt Pála Balázs. És itt a feliraton is látjuk, hogy gyorsabb Tóth Dávidnál Pála Balázs az első szektorban, a másodikban, a harmadikban, ezek miniszektorok természetesen, tehát itt az időeredményekből is látszik, hogy ez nem a teljes szektort jelenti, azonban így tökéletesebben, jobban, szebben látjuk azt, hogy mennyire tud közelíteni Tóth Dávidra Pála Balázs. Folyamatosan gyorsabb,
Most már, hogyha ilyen gyors matekot végzünk, akkor egy jó 2 másodperc környéki az az előny, amit ebben a körben kiautózott. De összesen itt, ha minden igaz, akkor 5 szektorra lesz majd fölosztva a kör, és megnézhetjük, hogy az utolsó 5. szektorban ott egy kicsit tót vissza tudott hozni, de így is körülbelül 2 másodperc az, amit le tudott dolgozni, és most már másodperc környéki mindössze a különbség Tóth Dávid és Pála Balázs közt. Na mi lesz még ebből a következő 3 körben? Ó, közben hát bocsáss gondolom, meg, 1.27.8-al Rós Andrássé a leggyorsabb kör. Azt gondolom, hogy Pála odaérhet Tóthoz, aztán, hogy meg tudja támadni, az már egy másik kérdés. És pont azt akartam még kérdezni tőled Simon Tamással kapcsolatban, hogy mennyire szemlélteti jól Simonnak a mentalitását, a versenyzéshez való hozzáállását az, hogy több mint 10 másodperces, sőt most már több mint 11 másodperccel vezet az élen, és Rós előtt ő futotta meg a leggyorsabb kört egy 1.27.86-tal, úgyhogy ez a biztonsági játék a Simonnak. Figyelj, igazából 2 dolgot lehet választani. Az egyik az, hogy biztonságra mész, és kockáztatod azt, hogy adott esetben a tempódból, a ritmusodból kiesel, viszont mész egy olyan biztonsági tempót, amivel mondjuk ezt a 11 akárhány másodperces előnyt ezt be lehet osztani. Ez a veszélyesebb egyébként szerintem, nem tudom, hogy egyetértesz-e velem, de amikor a versenyző abszolút nem a saját tempójában, a saját ritmusában megy, akkor hiába óvatoskodhat, hiába próbálhat meg spórolni, annak általában rossz dolog szokott lenni a vége. Ő pedig a másikat választotta, a másik lehetőséget, hogy nyomja, abban a tempóban megy, amivel egész verseny alatt láttuk futni, és folyamatosan futja a jobbnál jobb köröket. 1.27.6, jól látom, Simon Tamás? Jól látod, 1.27.6.35, a biztonsági játék a Simonnak, ez lenne. Úgy volt vele, hogy nem csak a győzelem, a pole pozíció az, amit szeretne innen elvinni, hanem a leggyorsabb kört is, úgyhogy Róstól ezt azonnal vissza is vette egy körrel később. Mi lesz ennek a vége, ennek a leggyorsabb körpárharcnak? Ugye itt nem jár bónuszpont, azonban egyfajta dicsőség az, hogyha sikerül a leggyorsabb kört megfutni. Nyilván erre külön senki nem fog rámenni, Nagy Zsolt pedig konkrétan rámentek-e Dávidra. Tolja maga előtt. Nem igazán akarta beereszteni az autót, úgy gondolta, hogy ez egy kicsit veszélyesebb manőver lenne, mint amit ez a szituáció megkíván. Tehát lesz még itt előzési lehetőség bőven. Igen, nincs már sok hátra a versenyből, a 33. körben járunk, és 34 körös a futam, úgyhogy ha Nagy Zsolt szeretne a legjobb 10-ben végezni, akkor záros határidőn belül meg kell támadni a jelenleg 10. pozíciót elfoglaló Eke Dávidot. Na és szerintem akkor ez be is fog következni. Jön az utolsó kör, egyrészt Simon számára, másrészt pedig Tóth valamint Pála számára. Bőven másodpercen belül egészen konkrétan 7 másodperc Tóth valamint Pála közt a különbség. Pála Balázsnak mennie kell, ugyanis hogyha az eddigi versenyekből indulunk ki, akkor Pála nem bízhat abban, hogy Tóth Dávid majd annyival lassabb lesz, annyival hátrébb fog végezni a következő 2 versenyen, hogy azt a jelenleg fennálló 7 pontos különbséget le tudja dolgozni. Úgyhogy menni kell, meg kell ragadni a lehetőségeket, azonban jelen pillanatban nem nagyon vannak lehetőségek, nem úgy nagynak arra, hogy megelőzze Ekét. Szép lassan azonban majd figyelnünk kell Simon Tamást, akinek végül nem lesz meg a legnagyobb arányú győzelem, ugyanis az Tóth Dávid Pála Balázzsal szemben elért 18 másodperces sikere még a Hungaroringről, azonban egy jó 11,5-12 másodperces előnnyel Simon Tamás meg fogja nyerni ezt a futamot. Az még adott esetben kérdés lehet, hogy Tóth elkövete valami hibát, és Pála Balázs el tud-e menni mellette, de jelen állás szerint úgy tűnik, hogy ez nem fog előfordulni, és most tökéletesen láttuk azt, hogy milyen az a verseny, amelyen Simon gyors, minden versenyen gyors volt eddig, de milyen az a verseny, amelyen Simon nem csak gyors, hanem stabilis, és folyamatosan tudja hozni azt a tempót, amire ő képes.
12 másodperces előnyt jelentett ez a befutónál. Tóth Dávid végül tehát a második, ha lett volna még egy adott esetben két kör, akkor lehet, hogy Pála Balázs megérkezik, így azonban a bajnokság második helyezettje a harmadik helyen zárja a futamot, továbbra sem szakad meg az a sorozat, miszerint minden futamot a dobogón zárt Tóth, valamint Pála, Mihalidesz lett a negyedik, Csikós az ötödik, Rós András a hatodik, Nagy Ádám pedig a hetedik helyen zárta a versenyt. Ennek köszönhetően változás a bajnokság harmadik helyén, Mihalidesz veszi át a harmadik pozíciót. Csikós ötödik helye azért szintén megsüvegelendő, én azt gondolom. Eke Dávid lett végül a tizedik, tehát ő jött ki ebből a párharcból. A legelőkelőbb helyen Péceli kilencedik helyét is azért kiemelhetjük. Ő is szépen jött és kihasználta a lehetőségeket. Ugye összesen 18-an kapnak pontot, tehát nincsen 18 célba érünk. Nagy Levente és Henrik Dávid, főként annak köszönhetően, hogy egymással megint kipabráltak, többször is összeütköztek, ezért nem tudták befejezni a versenyt. 17. 18. helyen azért még rangsorolja őket a rendszer. Kertész Áron az utolsó célba érő a 16. helyen. Hát jó verseny volt. Nem biztos, hogy elhódíthatja a legjobb verseny címet, mert azért vannak itt erős vetélytársak, de összességében szerintem nagyítóval kell keresnünk az eddigi öt versenyből azt, ami ne lett volna izgalmas. Igen, abszolút, és ez volt az első verseny, ahol nem Tóth vagy Pála szerezte meg a pole pozíciót, hanem a képen is látható végeredmény első helyezettje, Simon Tamás. Én azt gondolom, hogy mérnökök sem tudták volna pontosabban kiszámolni ezt a mai futamot Simon számára. 10/10, amit művelt Simon, minden tekintetben jeles és elképesztő teljesítmény volt. A végén az utolsó körben Pála Balázs 1:27.75-öt autózott, ami azt jelenti, hogy egy jó két, de inkább 3 másodperccel tudott gyorsabbat menni, mint Tóth Dávid. Nagyon nyomta a végét. Elképesztően nyomta a végét, azonban Pála Balázsnak végül nem jött össze a dolog. Picit olyan szempontból nyilván ugye a Tóth Dávid szurkolók örülhetnek, hogy most 7 pontra nőtt Tóth Dávid előnye. Mi meg, akik semleges szemmel nézzük a dolgokat, inkább Pála Balázs második helyének örülhettünk volna jobban, mert akkor szorosabb lett volna a bajnokság, egészen konkrétan ő vezethetett volna 3 ponttal. Ez az oda-vissza küzdelem, ez tulajdonképpen megvolt az egész bajnokságban, még hogyha a bajnoki küzdelmet nem is láttuk, de versenyeken belül, mármint a bajnoki küzdelemben ezt az oda-vissza cserélődés, de a versenyeken belül bizonyos pontokon megvolt azért ez az ideiglenes cserélődés, és hát azért láttunk elég sok Tóth Pála csatát. Eléggé ritka az, hogy egy ilyen szimulátoros viadalon, egy ilyen erős mezőnyben ennyire kimagaslódjon kettő versenyző, Tóth Dávid, valamint Pála Balázs, csak róluk szól ez a bajnokság, hogyha a bajnoki küzdelmet, a pontversenyt nézzük. Még egyszer mondom, Simon Tamás lehetne még ott az elejében, de hát ő balszerencsés volt jó néhányszor a 2023-as téli bajnokságban. Azért mondom egyébként, hogy 2023-as téli bajnokság, mert már biztossá vált az, hogy majd tavasszal indul egy TCR bajnokság, tehát a Formula autókat a VSR-nél majd elfelejtjük 2 hét múlva, illetve az azt követő időszakban, azonban lesz majd egy TCR, egy túraautós bajnokság, szokásos túraautós lebonyolítással, tehát 2 futam lesz majd egy verseny hétvégén, és úgy megyünk be szép lassan a márciusba, hogy készülhetünk a túraautók küzdelmére. Valamit készülhetünk arra, hogy Rós Andrást meghallgassuk, akinek nagyon izgalmas versenye volt, legalábbis így a külső szemlélő pozícióban. Gondolom belül azért te sem unatkoztál, Andris. Hallasz minket? Szia! Igen, sziasztok! Ti hallottok rendesen? Teljesen tökéletesen. Én itt a közvetítés elején azt mondtam, hogy neked adott esetben esélyed lehet arra, hogy futamgyőzelmet, de inkább dobogót szerez. Mennyire volt meg ez az esélyed a te szemszögedből nézve a verseny előtt? Köszöntöm a kedves nézőket. Én is úgy éreztem, hogy a dobogó az simán benne lehet a pakliban. Az időmérőt azt picit elrontottam, volt még benne 1/10, de nem volt vészes. A versenyen meg igazából mindenki ott talált meg, ahol megtalált. Igazából jobbról-balról kaptam a pofonokat, a legnagyobbat Csikós Dominiktól, akiről azt hittem, hogy kicsit megkomolyodott, de úgy látszik, hogy nem. Lelökött a pályáról,
kaptam egy 4x-et, ugye volt egy netkódom is, tehát 14x-em volt a harmadik körbe. Aztán Nagy Ádám mögött, tehát Nagy Ádámról is azt kell tudni, hogy amikor előtted megy, akkor lassú, mármint, hogy nem tudja kihatozni azt a tempót, gondolom, nagyon, nagyon figyeli a tükröt. Hogyha meg mögötted jön, akkor meg nagyon jó tempót tud autózni, úgyhogy amint megelőztem, igazából onnantól kezdve én el tudtam lépni tőle, de aztán meg mindig visszajött rám, és aztán ugye amikor a Dominik letolt, akkor ő is visszajelőzött. Olyan mérges voltam, hogy egy pár kört így el is spóroltam, hogy még egy kört a végén el tudjak jönni kiállásból. De hát még kellene 5 perc, hogy egy picit lenyugodjak, már nagyon mérges vagyok a Dominikra. Igen, kicsit frusztráltnak tűnsz. Láttunk azért jó néhány koccanást ezen a versenyen. Nem csak a ti eseteteket, hanem körbe a mezőnyben, hát ugye a legikonikusabb az a Nagy Levente Henrik Dávid féle véget nem érő szaga. Mennyire volt ez a pálya ilyen szempontból veszélyes, ugye a gyors kanyarok nyilvánvalóan indikálhatják ezeket a dolgokat, de mennyire gondolod azt, hogy ez a pálya ilyen szempontból jobban magában hordozta a veszélyeket, mint mondjuk az előző versenyhelyszínek? Gondoljunk itt például Spielbergre. Nincsen úgy igazán lassú kanyar. Ahol van, ott meg igazából nem igazi előzési pont, és nem húz eléggé a szélernék, tehát hiába maradsz le, mint láttátok a végén, hát Dominikkal épp hogy nem sikerült megelőzni, mert nem húzott eléggé be a szélernék, és emiatt nagyon nehéz tisztán megcsinálni az előzést, értelemszerűen. Úgyhogy ezért is vannak a side-by-side küzdelmek, amit láthattatok, például nem tudom, volt-e képernyő, Nagy Ádámmal tök jót csatáztunk, ő mindig elég meghagyta sokszor a helyet, úgyhogy Dominik nem hagyta meg a helyet, ez tisztelet kérdése, úgyhogy és hogyha legalább lelököd a másikat a pályáról, akkor engedd vissza, hogyha ilyen történik. Úgyhogy tisztelet kérdése az egész, tehát lehet itt szépen versenyezni, csak meg kell adni a tiszteletet a másiknak. Leszóvás a dologból? Nem tudom. Általában ilyenkor mindig iRacingben is van, tudod, ez a fél órás cooldown period. Úgyhogy én nem vagyok az a nagyon óvogatós, de hát majd meglátjuk fél óra múlva, hogy milyen véleményen leszek. Fél óra múlva már nem leszünk itt, úgyhogy ezt majd a következő verseny közvetítésén tudjuk meg. A következő verseny Austinban lesz, az is egy nagyon gyors pálya. Mennyiben köszönhető az itteni jó tempód annak, hogy ismered, szeretted a pályát, feküdt ez a pálya már, mint Interlagos, és mennyiben köszönhető annak, hogy adott esetben többet gyakoroltál? Melyik, ami igaz ebből a dologból, és mi az, amit át lehet menteni Austinra? A Suzuka-i versenyem nagyon rosszul sikerült, de arra jó volt, hogy egy picit így magamba tudtam tesztelni az autót, és ott, mintha átkattant volna valami Red Bull Ringen is, már úgy éreztem, hogy egész jól tempót tudtam menni. Ott se sikerült eredményre váltani. Hát most Interlagosban is azt hittem, hogy sokkal jobban fogok teljesíteni, úgyhogy megmondom őszintén, hogy Austinen még életemben nem mentem versenyt. Gyakorlóköröket már mentem, de hát meglátjuk. Nem vagyok sok pozitív reménnyel arról a pályáról, de hát ki tudja majd. Erre biztos, hogy többet kell majd felkészülnöm nekem is, meg szerintem a mezőny nagy részének is. Mondtad, hogy mentél már gyakorlóköröket. Egy dolog jutott eszembe Austinnal kapcsolatban, az óriási bukóterek és a lehetőség a szélesítésre. Ezt mennyire nézi a rendszer szigorúan azon a pályán? Ugye két ilyen pálya van az iRacingben, az egyik Le Mans, a másik pedig ez az Austini, ahol könnyebb slowdown büntetéseket szerezni, mint off-trackeket. Tehát nem is off-trackkel büntet meg, x-ekkel, hanem visszaveti a köridődet ilyen 3-4 másodperccel. Ami azért a versenyen ebben a szoros mezőnyben nagyon sokat jelenthet, úgyhogy ott is óvatosan kell menni, de tehát kíváncsi leszek, hogy birkózik meg a mezőny majd azzal a kihívással.
Hát akkor egy izgalmas verseny lesz egy hét múlva is, ilyen szempontból is. Gyakorlatilag minden második verseny ilyen, hogy figyelni kell ezekre az off-trackekre, úgyhogy elég rendesen össze lett válogatva ez a naptár. Hát akkor nincs más hátra, mint hogy egyrészt jó lenyugvást kívánjak, másrészt pedig jó versenyt majd Austinra, találkozunk akkor is. Sok sikert és gratulálok az eredményedhez. Köszi a közvetítés, srácok, sziasztok! És azt gondolom, hogy szép lassan most már csak egyetlen pontja maradt hátra a bajnokságunknak, hogy a pontokat megnézzük. Itt is van, 183 pontja van, tehát Tóth Dávidnak, Pál a Balázs 176 ponttal a második helyen, Nagy Ádám pedig 107 pontos egyetlen ponttal, tehát valahogy még ott tudott maradni Mihalidesz Máté előtt, kicsit én elszámoltam itt a pontokat, de ez is egy nagyon szoros küzdelem. Az már teljesen egyértelmű, hogy a harmadik helyért lesz harc, és az első helyért lesz harc. A harmadik, negyedik helyen álló Nagy Ádám és Mihalidesz Máté már nem szólhat bele a bajnoki küzdelembe, azonban ez gyakorlatilag, ha nem is a szezon első, de legalábbis a második, inkább a harmadik versenye óta teljesen egyértelmű. Ez a bajnokság Tóth Dávidról és Pála Balázsról szól, és kettő versenyen keresztül élvezhetjük még ezt a csatát, és kettő verseny múlva, kettő hét múlva dől el majd, hogy ki lesz a bajnok. Austinban folytatódik ugye a szezon majd, ahogy ezt Rós Andrással is beszéltük, valamint Imola lesz a záró verseny. Itt azért látjuk, amit a közvetítés elején is nézhettünk, hogy eléggé sokan, 24-en szereztek pontot a bajnokságban, és vannak nagy előretörők is. Varga Péter többszörös versenyzői hiányzásoknak köszönhetően lépett előre 6 helyet, a 11. pozícióban tartózkodik Varga Péter, akinek azért ezúttal szerencsére egy kicsit jobb versenye volt, ugye a 8. helyen zárt a viadalt, 4 helyet javítva. Arról egyébként még nem beszéltünk, hogy Tóth Dávid volt az, aki a legtöbbet előre tudta lépni a rajt helyéhez képest. Ő ugye a 8. helyről indult, és végül a 2. helyen zárta a versenyt. Úgyhogy Tóth Dávidnak megint egy nagyon jó versenye volt, és Simon Tamás is szezonbeli 2. sikerét elérve ott volt az első helyen. Én azért nagyon kíváncsi lennék arra, mert nyilvánvalóan ezt soha nem fogjuk megtudni, hogyha Simon Tamás egy kicsit nyugodtabban, higgadtabban tud hozzáállni a versenyekhez, és még a szerencse is az ő pártján van, nem kap büntetéseket off-trackek miatt, tehát pályaelhagyások miatt, és nincs az a kihagyott versenye, azt hiszem, hogy a Hungaroringen nem tudott indulni, és nem csalnak az emlékeim, akkor mi lenne ennek a bajnoki harcnak a végkimenetele? Valószínűleg hárman is harcolhatnának a bajnoki címért, de ketten harcolnak a bajnoki címért, Tóth Dávid és Pála Balázs 7 pont különbséggel. Innen folytatódik a csata egy hét múlva, ugyanígy hétfőn este 8 órakor várunk mindenkit. Viszontlátásra! Racing isn't easy.
But experiencing it is. iRacing puts you in the driver's seat with the industry's leading sim racing game. Drive on laser scan replicas of the greatest racing circuits from around the world. Go head-to-head against other drivers chosen by skill-based matchmaking to ensure competitive racing at every level. Compete across all your favorite series. In officially licensed cars engineered to deliver the most accurate driving experience possible. Join a race or host your own with players from across the globe. Race against the computer or in a league with friends. Feel the thrill behind the wheel. Visit iRacing.com.